Sziasztok fiúk és lányok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai videóban egy másfajta videóval jöttem nektek, volt már ilyen a csatornán, de most egy IQOS unboxing videó lesz. Egy IQOS 2.4-et fogok nektek kicsomagolni. Ugye most volt az a nagy akció, hogy hozzá lehetett jutni 6000 forintért a készlet erejéig is, szerencsére nekem sikerült is hozzájutni. Nagyon szép kis letisztult doboza van, ugye ilyen maga a készülék. És akkor most nézzük, hogy mit rejt a doboz. Ugye ez az IQOS 2.4 Plus, szóval az IQOS-nak is több változata van. A dobozba, ha kinyitjátok, akkor ezt találjátok. Ugye magát a tartóját és magát a készüléket. Én fehér színben választottam, mert szerintem nagyon elegáns és jól néz ki. Nézzük is, hogy milyen a... Így néz ki maga a kis tartója. Gondolom, ha ezt megnyomjuk, akkor... Áááá, nézzétek csak, mondjuk van itt egy gomb, és ha ezt megnyomod, akkor így hopp. Ez nekem újdonság, mert először fogjátok a kezembe, szóval ugye itt a kis bekapcsoló gombja, ugye itt kell alul felrakni töltőre, ez nagyon dizájnos, hogy így hopp, és akkor oda kell berakni magát a IQOS-t, oldalt kis feliratok vannak, és akkor itt van maga a kis IQOS szívó, gondolom ezt is így szét lehet szedni, mint a... Aha, ugyanígy ki lehet húzni, szét lehet szedni, mint a másikat. És igazából összepatintjuk, és akkor így a dobozába kell tölteni, gondolom én. Miért megy ez ilyen nehezen bele? Van ennek valami izé, hogy... Ah. Benne is van, cigizni akartok, kinyitjátok, kiveszitek, és ma mehet is a IQOS-ozás. Mi van még a dobozban, nézzük, hogy ez alatt mi található. Talált egy ilyen szép kis IQOS-os papír. Na, és akkor még ezek találhatók a dobozban. Ezt fogom nektek egyesével mutatni. Található benne egy IQOS-os töltő. Található benne a hozzátartozó USB-s töltő, ugye amit ide alulra kell bedugni, és akkor már lehet is tölteni szépen. Található benne egy ilyen tisztító készülék, amivel így könnyen ki lehet tisztítani az IQOS-t. Ugye ezt le kell venni róla, és akkor ezt a belső részét ezzel így nagyon könnyen ki lehet tisztítani. Szóval ez direkt erre van kitalálva, szerintem nagyon jó ötlet. És ugye ezt pedig csak utána könnyen vissza lehet rakni. És kész is igazából. Jó kis tokja van, könnyen elfér a zsebetekbe bárhol. Esetleg kulcstartón, azért van így megcsinálva. És található benne még a stick changer, a pálcika. Ezt megnézem, hogy most ez melyik, hogy ez még az alkoholos, vagy ez a sima. Erre kíváncsi vagyok már. Most már olyan alkoholos nem nagyon lehet kapni, én szerencsére bevásároltam belőle, szóval nekem még van belőle jó sok. Ugye a glót is azzal szoktam takarítani. De ennek már más is a... És szerintem ez a száraz lesz. Igen, full száraz. Teljesen száraz. És várjátok, hozok nektek egy olyat, ami a régebbi takarító. Itt is vagyok. Nekem ebből még van egy jó pár darab, ez a régebbi IQOS takarító, és megmutatom, hogy mennyi különbség van igazából rajta. Tehát az IQOS takarító már maga ez a papír rész is teljesen máshogy néz ki, ez ilyen kis másabb anyagú, és ugye maga az IQOS takarító is, tehát a régebbi, hogyha ezt leszedjük, még itt nem fog átjönni, de ez egy beáztatott alkoholos tisztító, ez meg csak egy sima száraz, szóval ez a sima száraz, nem tudom, hogy igazából mennyit lehet takarítani vele, szóval na mindegy, hát majd kipróbáljuk, akarok ilyen glow takarítós videót is csinálni.
hát ennyi lett volna az a kis IQOS 2.4, lesznek majd róla még ICE test videók, Glow, bocsánat, IQOS karbantartása, még mindig a Glow van a fejembe, pedig most már az IQOS-szal fogok egy kicsit többet foglalkozni. Ennyi lett volna az a kis videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor lájkos, iratkozzatok fel, várjátok a következő videókat, jönni fogok hamarosan, sziasztok!